Ebben a mai videóban az őssejtekről lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! Minden ember őssejtekből fejlődik ki, amikor a fogantatás megtörténik az anyai méhben, lényegében egy őssejt gyár jön létre, folyamatosan őssejtek termelődnek, amelyekből a magzat különböző sejtjei, szervek, végtagok, bőr, csontok fejlődnek ki. A felnőtt ember szervezetében az őssejt egy olyan sejt, amelynek nincs semmilyen feladata, pontosabban az a célja és feladata, hogy bármilyen más sejté átalakuljon, amire éppen szükség van a szervezetünkben. Leegyszerűsítve az történik, hogy amikor egy sejtünk már nem képes megjavulni, akkor ha van szabad őssejtünk, a testünk ezzel az őssejttel helyettesíteni tudja a már használhatatlanná vált sejtet. Az életünk hossza szempontjából nézve az őssejtek feladata, hogy minél hosszabb ideig tartsanak minket életben, azaz minél több az őssejtünk, annál hosszabb ideig fogunk élni, mert ugye folyamatosan helyettesíteni tudják a használhatatlanná vált sejtjeinket. Az őssejtek számának növelésével bármilyen betegség esetén javíthatunk az állapotunkon. Tehát az őssejt lényegében a Joker sejtünk. Ahogy öregszünk, csökken az őssejtjeink száma, romlik a regenerálódási képességük, lassabban regenerálódnak, kevesebb lesz lényegében belőlük. Az őssejtek termelődését először is bőjtel tudjuk leginkább fokozni, főként a hosszantartó bőjtökkel. A bőjt javítja az őssejtek regenerálódási képességét, mivel a hosszantartó bőjtök alatt csökken a PKA enzim szintje. Ezt az enzimet kell lekapcsolni ahhoz, hogy az őssejtek regeneráló üzemmódra kapcsoljanak. A bőjtformákon belül ott van ugye az időszakos bőjtölés, amikor 14, 16, 18 vagy akár 20-22 órán át nem étkezünk, maximum csak kalóriamentes folyadékot fogyasztunk, például vizet. Ennek hatékonyabb változata, amikor a bőjti órák alatt folyadékot sem iszunk, tehát ugye vizet sem, ezzel teljesen inaktiváljuk az emésztőrendszert, a gyomrot, a beleket, ahol egész testi egészségünk szempontjából ilyenkor fontos regenerálódási folyamatok zajlanak. Sokkal hatékonyabb módszer a 24, 48 vagy akár 72 órán át tartó bőjt, amely alatt csak vizet fogyasztunk, vagy például a 4-5 napos lébőjtkúrák, amikor zöldség és gyümölcsleveket iszunk. Nem véletlen tehát az, hogy amikor ugye egy állat megbetegszik, kevesebbet eszik, vagy egyáltalán nem eszik, mert a teste tudja, hogy ezzel ugye beindulnak a gyógyulási folyamatok a szervezetében. A mikrotápanyagok közül az első és legfontosabb az őssejtek számának növelési, ez az omega-3. Az omega-3 zsírsavaknak fontos szerepük van az őssejtek termelődésében, lényegében az omega-3 aktiválja az őssejtek osztódását. Tehát halat enni nap mint nap, halolaj, krillolaj, algaolaj kapszulát szedni, vagy csiamagot, diót, lenmagot, lenmagolajat fogyasztani napi szinten, az egyik legfontosabb lépés, ha növelni szeretnénk az őssejtjeink számát. Pozitív hatással lehetünk az őssejtekre a bogyós gyümölcsökkel, brokkolival, a gyömbérrel és a gyógygombákkal is. Az aerob edzések alatt, mint futás, kerékpározás, szaporodásnak indulnak az őssejtek, új csont és izom szerkezetet alkotva. Fokozza az őssejtek aktivitását az akupunktúra is. A gyulladások gátolják az őssejtek aktivitását és csökkentik a terápiás képességüket, ezért az őssejtek növekedésének fokozásához minimalizálni a gyulladásokat létfontosságú. Itt fontos megemlíteni, hogy nem csak a betegségeket okozó gyulladásokról van szó, de a gyulladásnövelő ételekről és italokról is, mint az alkohol, a finomított szénhidrátok, a sokszorosan feldolgozott modern ételek, finomított olajok, az allergiát okozó ételek, vagy éppen a magas kortizol szint, tehát a túl sok stressz. A D-vitamin segíti az őssejteket az új szövetek létrehozásában, illetve szabályozza az őssejtek aktivitását, tehát szabadon tartózkodni az év minden szakában, szintén egy fontos lépés ahhoz, hogy hosszú egészséges életet éljünk. A polifenol vegyületekkel fokozhatjuk az őssejtjeink védelmét, tehát kitartóbbak, keményebbek lesznek. Ilyenek például a resveratrol, a kvercetin, az EGCG, a flavonoidok többsége, a kurkumin, genistein, daidzein, klorogénsav és a kemferol. Ha szeretnéd, hogy más is megtudja ezeket az információkat az őssejtekről,
nyomj egyet a videó alatti tetszik gombra, mert így az algoritmus másoknak is fel fogja ajánlani ezt a videót megtekintésre. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!